Üdv, ebben a videóban azokat a szent helyeket, egykor volt Pogány áldozó helyeket tekintjük át, amelyek neveik alapján érhetőek tettem a mai nap folyamán is. Ugye Ipoyi Arnold volt az a egyházi személy, aki először elkezdte, vagy legátfogóbban elkezdte vizsgálni a Pogány helyneveinket, illetve a ősi magyar vallást. Ő ezeket a neveket, hogy Bálványos, Áldomás, Tűzhalom, Pogányvár, Tündérvár, minden esetben a Pogány vallás kegy gyakorló helyeivel hozta összefüggésbe. Aztán ide sorolható még az Ördög és Boszorkány előtagú helynevek, ugye találkozó helyek. Ezek általában hegyek, források, sziklák, erdők, mentén történtek ezek a szeánszok, ugye ezzel kapcsolatban a törvényt is hoz Szent László, megemlíti köveknél forrásoknál való áldozás tiltó rendelkezését, illetve hát a a járó helyek, kegy templomok, nem egyszer a hegyvidék és a sikság találkozásánál találhatók, ahol a sziklák körül kibudjanó forrásoknál, néha már az ókor óta szentélyek lehettek. Mi most így, Ipoitól idéztünk. Aztán Pajs Dezső megfejtése óta tudjuk, hogy a Szilva Ikfon kifejezés, de olvasva így fon, ugye ügy, így, egy, egyekedő ügyek, innen a ősmagyar név, tehát nem lehetett török ügyek sem, ezek mai nyelven szent sűrű jelentéssel bírnak. Ugye az, a szent ugye az, hogy így egy Isten, egy az Isten, a font pedig ugye a sűrű, <coughs> fonott. Ilyen emléket őriznek Zalában, Pölöskén, a Szent Sűrű, Türién, a Pogán Sűrű, Tolnában, Kacsomán, Pogány Sűrű, Somogyban, Csokonya Visontán, Isten Reköttye, Komárom megyében Csatkán, Pogányberek, tehát ezek a helynevi emlékek szintén e értelmezhetőek. A Sopron megyei hegykő helységnév 1262-ben igku, olvasva így kű. Tehát nem hegy volt eredetileg, hanem Egykő, istenkő elnevezéssel, 13. században még. A bakonybéli kerteskő. 1282-es kerteskv, kerteskü elnevezéssel bírt. Aztán Annemiusz is említi, hogy hegyek tetején áldoztak őseink. Áldozó helynevünk is fennmaradt jó pár. Például Pogánydomb elnevezések tartoznak ebbe. Pogányvárak várak tartoznak ide. Mert ezek kerített áldozó helyek voltak. Körülöttük nagy ritkán mutatkoznak erődítése utaló nyomok is. Német Péter, Nyíregyházi múzeumigazgató és régész, színes kiegészítése szerint a pogányváraknál korábbi földvárak nyomai fedezhetőek fel. Nézzük, hol vannak ilyenek. Zalában, Bödén, Pogánvár. Dióskálon, Pogányvár. Puszta Magyaródon, Istendombja. Oltárcon, szintén. Tolnában, Miszlán, Áldomáshegy. Az áldomás, az áldozás szóval egyenértékű. Kiszékelyen, kettő, kettő ilyen nevű is van áldozó vagy áldozó hegy és áldozó hegytető. Kocsolán pogányhegy, regöjön pogánydomb, szakájon pogányvár, gyulajon szintén pogányvár, somogyban cserénfán istendomb, varázslón istendomb gyakjével, somogyacsán pedig pogánydomb. Hevesben feldebrőn istenhegy, azon kívül áldozó domb és völgy Néven is. Valamint áldozókút, Bodonyban pedig áldozat-tető. szintén áldozat-tető és külön áldozó. Veszprém megyében Kapolcson áldozó. Aztán léteznek úgynevezett áldozó kutak is. Az adatok, a levéltári adatok 12.-15. században említenek ilyen néven. hát ugye forrásoknál a pogányősök áldoztak. Heves, Vas, Veszprém megye, földrajzi nevei közt találunk ilyeneket. Hevesben, Feldebrön áldozó Parádvásáron, bocsánat, Parád Sasváron áldozói forrás. Bodonyban áldozó kutya. Vasban, Celdmörkön, Áldókút, Veszprém megyében, Várkeszőn, Áldozókút, Magyar Gencsen, szintén, aztán. a pogány funkció megszűnése után ezek a keresztény századokban kapták általában a Szent Kút, Isten Kút, de néha fennmaradt még a pogány kút elnevezés is mert a keresztény vallásban is nagy szerepe volt a szent vizeknek. De ez a vízkultuszra megy vissza, mert nem csak mint ital, hanem mint gyógyító. Ital, étel, élet. Tehát mint gyógyító funkció is. Funkció is rendelkeztek ezek a források. Mátra verebé mellett Szent Kút hely is egyben. Az itteni forrás vizet ugye ugye népít szintén gyógyító, csodás dolgokkal ruházta fel. Aztán van egy 1290-1324 ad fontem ereb, ugye Szentkút helység nevére utaló forrás, de van 1339 ben is. Aztán a vasmegyei Szentkút helység, Bakonybél, Bodajk, Jásd, Búcsú, Szent László. Csíksomjó is ilyen. Mária gyad. És a pozsony megyei Mária völgy. Bélapátfalva. falva. Zalában van 5 szentkút és kettő istenkút. Tolnában 15 szentkút. A paks melletti kápolnában van, or... kápolna mellett áll, paksi melletti kápolna mellett áll, orvoskúti. Ugye ez is az, hogy gyógyító. De itt a kápolna neve, ugye Orvos Kúti kápolna. Tehát a kápolna neve is őrzi az egykori víz funkció. A Gyulai Szentkút pogány eredetét mutatja, hogy mellette fekvő dűlő neve, pogány pogánytemplom és pogányvár. Somogyban 15 centkút és két Pogánykút fordul elő. Kaposmérői pogányforrás. Másik neve javós forrás, ugye javas jós. Heves megyéből eddig három szentkutat is velünk. Veszprém megyében 7 szentkút, Vasban 2. Egy szentkút és egy istenkút található. A Vasvári szentkút 1864-ben, Pesti gyűjtésében szentkút sűrű Néven fordul, ugye megint a sűrű. Megint egy adalék, ugye a szentkutak pogány ez Aztán Komárom megyei gyűjtésben 2 szentkút, két istenkút, Baranyában 17 szentkút és két istenkút került feljegyzésre. Többi tárgyalt áldozó esetében például az áldozó tető, az áldozó és pogány jelzők használatosak a forrásoknál, viszont ezek kivételnek számítanak. Oka valószínűleg az lehet, hogy az áldozó kutatnál a pogány áldozások lassanként ugye megszűnnek, de a forrása továbbra is szükség volt, az egyéb áldozó helyekre viszont nem. Ezeket a forrásokat ekkor már nem illette meg az áldójelző, törvények is tiltották az efféle pogánykori cselekményeket. Viszont a hely szakrális jellegének emléke megmaradt, és vízének gyógyító hatása is. A kereszténységben ugye a szent szóval illették innentől őket. meg hát megszentelte gyakorlatilag a korábbi pogány helyeket. Okleveles adatokban 12-től szintén 15. századig fordulnak elő, Szentkuti légi okleveles adatai, legkorábban a vasmegyei, ma burgellandi, Szentkút helynévre vonatkoznak adatok. Aztán a Szent Gotthárdi Cic, Terci, apátság birtokaként szerepel Imre király megerősítő levelében. Mi ez a, Ilyen az a szám, Szent, Kút? Aztán Igkútban Szaker Fonsz néven. Kápolnai szőlő ugyanez a hely egy másik oklevélben, 1255-ben már falu, Szentkút néven magyarul szerepel. A Banohami apátság közelében is van Szentkút, 1234-70, Szaker Fonsz, szintén az alak, amiben előfordul. A Bakonybéli apátság mellett is találunk Szentkutat, ugye erről volt nekem videóm is, és Kertesköt szintén. Ugye a pogány áldozói keresése és találása címmel van föl az a videó. Magyari Kossa Gyula szerint 1164 ben alapított Bence bencés monostor temploma mellett egy szent kút volt. Melyhez már valószínűleg abban az időben, de a 13. században biztosan zarándokolni járt a nép. Magyar orvosi emlékekben közléő ezt 111.28. A Ciszt apátságok közül térítés céljából telepítették a pásztói és a Bél három kúti. Apátságot. Itt a három forrás neve ma is Szentkút. Bél, három kút. Érdemes odafigyelni az elemzésre. De a Pivisi apátság is pogányok lakta vidéken váltotta fel a már korábban oda települt bencéseket. A Szent Keresztig húzódó Pivisi szurdok elején a Csobánkai Szentkutat találjuk. Szent határában a Bővizű Szentkutat nem messze innen, sziklás helyen, egy mesterségesen átalakított, ősi áldozó helyet találunk. Jövőben ezen helyek videóban történő bemutatására teszünk kísérletet. Köszönöm szépen addig is a figyelmet, és bátorítok mindenkit, hogy keresse fel ezeket a helyeket. Ő maga is.